Light. A nagybetűs élet. Ötödik rész. Kertészkedés. Kertész leszek. Fát nevelek. Lelkendezik a kisgyerek. Gyengén lát a kis szemével. Beszélnünk kéne a fejével. Annus néni is gyengén lát, miért nem veszünk róla példát? Kérdezzük meg, mit hogy csinál, amikor a kertbe kijár. Így is történt, megkérdezték, hogyan gondozza szép kertjét. Elmesélek most pár dolgot, amit akkor ott elmondott. Van egy sokfás gyümölcsöse. Eltévedt ott, ő mesélte. Na erre varjatok gombot! Mit tett aztán? Na mit mondott? Legközelebb okosabb volt, mielőtt még kigyalogolt. Volt neki egy fehér övödre, ezt tette le ő a földre. Ott hagyta az út elején, hogy hazataláljon könnyedén. Ez volt néki útjelzője, a nagy műanyag fehér övödre. Messziről is jól meglátja, hogy eltévedt már nem bánja. Egy látható zsinóris jelzés. Hol van egy sor, hol a vetés. Ha ágyásában a növényke, a 10 centit is már elérte, szevével már azt ő látja, nem kell zsinór, nem kell spárga. Az ágyás végét is jelöli. A földbe szúr több botocskát, így tudja a határokat, ő, aki csak gyengén lát. Paprika és paradicsom, palántázás lehet még ma. Minden sor zsinórral jelölt, nem lesz ezzel nagy probléma. Gyomlálás is rábízható, nem kell attól megijedni. Ujjaival kitapintva a gyomnövény megismeri. Persze olykor előfordul, hogy néhány a földben marad. Akkor sincsen nagy probléma, jó segítő mindig akad. Ásókapa és nagykanna rég nem volt már a kezében. S nem azért, mert olyan lusta, vagy nem eléggé tevékeny. Fontos neki, hogy közelről láthassa azt, amit csinál. Ezért nem végező ásást, nem öntöz és nem is kapál. Permetezni sem tud így már, hisz nem mindegy a földnek, mi és hová mennyi kerül, ami jó növénynek. Ki hinni, hogy a locsolást, az sem mindegy, hogy csináljuk. Csak a tövét öntözzük meg, így neveljük szép virágunk. Ha szerteszét locsolgatunk, az lesz végül, majd meglátjuk, a gyomnövény gyorsan kinő, elfolytja a szép virágunk. Jobb tehát, ha pont a tövét öntözi meg növényének, ha nem látja, hol van éppen, hív egy látót segítségnek. A rózsát is megmetszeni, azt is nagyon pontosan kell. Nem látja ő annak helyét, ebben is segíteni kell. Fűnyírásban ő egy bajnok. Talán nem is hinnénk róla. Csak könnyű legyen a szerkezet, fel kell cipelni a dombra. Úgy oldja meg fűnyírásnál, hogy mindenhol szép legyen, egy-egy helyen átmegy többször, hogy biztosan jó legyen. Jól látható térkövekkel azt könnyedén megoldották, hogy ne essen áldozatul fűnyírónak a virág. A lehullott leveleket könnyen gerebézi el. Fontos, a fű lélegezzen, alatta ne rohadjon el. Csupasz csigába nyúlt egyszer, mesélte el kacarászva. Nincs kibékülve, ha ilyenkor tenyerébe ragad nyálka. A ribizli leszedése könnyen megy ő neki. Almafára nem mászna fel, azt már inkább más teszi. Felmászni még csak fel tudna, de lemászni ő nem merne. Hová is tegye a lábát? Nem látná jól, leesne. Örömmel van a konyhában, hogy gyümölcsből lekvárt főzzön, hívta a lelkes gyermeket is, hogy szüleivel majd átjöjjön. Sok másra is tanítgatná azt a lelkes kicsi fiút. Sok dolgot még nem mesélt el. Szép kertjéhez mi is az út? Várjuk a témával kapcsolatos hozzászólásokat
Ha tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra, oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel.